Na, szevasztok, srácok! Sajnálatos mondta, nem vártam, hogy Mr. Pluto elhozza magát, mert már nem volt türelmem hozzá. Jó reggelt, jó reggelt! Mi a helyzet? Update, jó a lift, nem szélvédő, most hoztam össze az autót, szóval minden fasza. Jó reggelt, mi újság, mi a helyzet? Jó reggelt! Igazából az kis is oka az volt, hogy nem akart elolvadni ez a mocskos szar ebben a mocskos szarban. Úgyhogy... Jó reggelt, jó reggelt! Megérkeztek a jó reggeltek nektek is, jó reggelt! Jó reggelt! Remélem, hogy minden fasza, minden jól működött. Nem tudtad, mi kattog? Kakavartam ezt a cuccot. Muszáj volt. Meg a mennel álmodtál? Én is, bazd meg. Fú. Óriási volt. Óriási. Nem is gondoltam egyébként őszintén, szóval, hogy ennyire jó lesz. Biztos vagytok egy páran, akik indítottak tegnap streamet tőlünk. Mármint úgy értem, hogy a mi streamünket elindították. És azok tudják, hogy milyen volt a Mega Man stream. Metális. Metális. What? Közben reggel nagyon korán QSS75 és Kriszi is feliratkozott, ezt köszönjük szépen. Szeviber pedig az indító üzenettel. Wow! Jó reggelt kívánok, srácok! Átgondoltatok a dolgot, amit tegnap ajánlottam? Szoktatok elektrót hallgatni, vagy poppot? Mi a véleményetek, hogy kevés jó horrorfilm volt az elmúlt pár évben? Bár a tavalyi volt, ami jó volt szerintem. Bár tavaly volt, ami jó volt szerintem. Szeviper, nem nagyon emlékszem, hogy mit mondta tegnap. Az a nagy igazság, de vissza fogom olvasni. Várjál. Igen, az utolsó üzenetet az volt, hogy a bossnál mit csináljak. Vissza fogom olvasni. Arról, hogy kevés jó horrorfilm volt az elmúlt években. Hát figyelj, ez egy kicsit ízlés kérdése. Azt szokták mondani egyébként, hogy jó horror nincs. Ezt most úgy értem, hogy általában a kritikusok értékelései azok elég szarok szoktak lenni. Tehát, hogyha megnéztek mondjuk IMDb-n egy horrorfilmet, ha az már ilyen 6 és 5 között van, az már jó. De még a 4,5-ösök között is vannak jók. Valami miatt nem szokták túlértékelni ezeket a filmeket. A másik része pedig az, hogy nagyon sok ilyen film ilyen kísérleti jellegű, és ezért nem éppen a legnagyobb színészek alakítanak benne, mert nem ennyien nagy a költségvetés, és emiatt van az, hogy gyakorlatilag az elmúlt években nem nagyon volt az a hú de kifejezetten jó horror. De például én azért láttam egy pár elég jót, amitől összegakkantottam magam. Nekem konkrétan az Insidious sorozat volt az, ami nekem így nagyon oda. Mert, illetve a Conjuring, főleg az első része, ezek így nekem nagyon ott voltak a szervón, én valami iszonyat módon szeretem ezeket a filmeket, és mocskos mód beszartam rajtuk. Biztos vagyok benne, hogy nagyon élveztétek volna, mert nekem az Insidious az olyan, hogy ez a nem oda nézős néha. Annyira be tudok szarni rajta. Úgyhogy nagyon-nagyon fasza. E457 on 3. Köszönjük szépen, hogy feliratkoztál. Köszönjük szépen. Igen, a mama is élvezhető volt. Ez... Red Bull, na most meghalsz. Mi ez? Sziasztok, srácok! Egy kérdés. Gondoltatok arra, hogy a YouTube-os nézőiteket zavarhatja, hogy eltávolodtatok tőlük? Kezdődik a fos. Úgy értem, hogy sok mindent csak Twitch-en osztatok meg. Engem szerintem érint, és egyébként értem is, hogy ez miért van, csak kíváncsi vagyok a véleményetekre. Te most olajat akarsz locsolni a tűzre? 8:36-kor? Az emberek nem alszanak, vagy nem tudom. Vagy kígyóvér folyik az elejében. Ez is előfordulhat. Senkitől nem távolodtunk el. Fogalmam sincs, miről beszélsz. És ezt még megbánod. Igen, az álmok amúgy elég durvák szoktak lenni. Főleg az ilyen filmek után, de nagyon furcsa egyébként, hogy engem a játékok alapvetően sokkal jobban megérintenek, így mint félelmetesség, mint a filmek. És egyébként tök furcsa, hogy mennyi ember van így vele. Nagyon sok mindenkivel beszéltem egyébként, és egyébként én is ilyen vagyok, hogy alapvetően a horrorfilmekkel nekem így annyira nincs bajom, szóval nem visítozok, nem szaladok ki a szobából, nem takarom be a szemem, stb. Néha félre nézek, mert nagyon be vagyok kakkantva, de a hangokkor is megbasz. Na de!
A játékoknál egészen más a helyzet. Ugye, mondom, tök sok mindenkit ismerek, aki egyszerűen nagyon szereti a horrorfilmeket, és a horrorjátékot nem tud játszani. Ahogy alapvetően amúgy én sem tudok. Vagyis hát játszom, ahol mennyire azt annak lehet nevezni. Na de, ami a lényeg és lényeges és izgalmas. Nekem a horrorjátékok volt az első olyan ilyen iszonyat áttörési pont, aminél én rájöttem arra, hogy én mennyire nem bírom ezt a dolgot. Abban a pillanatban, ahol a döntési perspektívába helyeznek téged, és ugye te vagy a szenvedő alany, nekem ez egy akkora ilyen lépcsőfok, hogy ez valami iszonyat. Ugye én nagyon-nagyon becsokkantottam a horrorjátékokon, és a horrorfilmek ehhez képest, ne, igen, egy másik fajta élmény. Egy másik fajta élmény. Az Outlast 2-re ugye meg lesz gyakorlatilag a megoldásunk, ugye tegnap a tegnapi ajánlatot tekintve, úgyhogy azzal élni fogunk, ez egész biztos. A Don't Breathe című filmet láttatok? Jaj, Istenem, láttam, hagyjatok már vele, Jézusom! Az a film, az nagyjából így a háromnegyedéig tök jó ötletnek tűnt, és nagyon fasza volt, nekem tökre tetszett. Aztán, spoiler, a következő 10 másodpercben dugja be a fülét, aki még nem látta. Aztán a csaj ledugott csávó torkán egy ilyen hát egy lópöcs méretű genyós pipettát, amiben frankon genyó van. Ott nekem meghalt a film. Szóval, fúj. Igen, köszönöm ki, nem én, hogy te kimondtad helyettem, én nem akartam most egyére gusztustál előni, de amúgy igazad van. Fúj, addig egy ilyen misztikus, nagyon klassz volt az egész, hogy vakcsávó a sötétbe, ott a tolvajokat megbassza. Nekem nagyon tetszett, és abszolút úgy nézett ki, mint ugye ő a szenvedő alanya a filmnek. Aztán kiderült, hogy fúj. Hogy fúj. Szóval ez undorító. Nem nézem a Flash-t vagy az Arrow-t, srácok. Nagyon nem jöttek be a DC sorozatok. Valahogy úgy, Precon, igen. Valahogy úgy. Martin Sauer, sziasztok, srácok, nekem nagyon bejön a sok stream, csak így tovább utolírat, ennyi csír maradt, a többit elvitte a Neptun. Annyi baj legyen. Szeviper, mert a játékot átéri az ember. Tegnap a Baskint néztem meg, nagyon beteg, meg a legyet és a dögöt. Amúgy, tudod, Jani Vies, Misty, Outlast 2 dolog az én voltam. Ja, igen! Azt átgondoltuk, az úgy lesz. Attól ne félj. Azt még kitaláljuk, hogy pontosan hogy, de az úgy lesz. A Marvel sorozatok az már egy egészen más más megoldás. Captain Sausage. Warning, retarded detected per Red Bull. Úristen, de mi vagy, baszd meg? Biztos, ezek állat volt tegnapi Mega Man stream veled, együtt játszottam addig, amíg ki nem rage-áltam a faszomba egy idő után. Várom már Janiféle chase streamet, kenjétek, srácok, istenek vagytok. Kösz, Captain Sausage! Szerintem is Isten volt alapvetően a tegnapi Mega Man stream. Kurva jó egy kicsit retrózni. Mocskos durva a Mega Man 2, de lesz még durvább is ebben a retro hónapban. Ez egy nagyon érdekes témakör, haver. Ez egy nagyon-nagyon érdekes témakör. Az volt a kérdés, hogy mit gondolunk alapvetően az álmokról. Ez nagyon furcsa egyébként így témakör szinten, mert ez tényleg egy annyira saját dolog, hogyha belegondoltak, hogy mindenki ugye ezt maga éli meg, és hát csak mesélni tud róla, elmondani nem. Ami eleve egy ilyen nagyon furcsa szemszög, vagyis egy nagyon furcsa megtekintési módban helyezi az egészet, mert hogy hogyan beszélsz az álmokról, mikor csak elmesélni tudod őket. Ez nagyon-nagyon kemény. És hát nem tudom, saját élményeimmel kapcsolatban ugye én viszonylag ritkán szoktam álmodni, ami érdekes, mert régen nem így volt. Még amikor így ilyen, tudom én, 10-12-3 éves voltam, akkor kurva gyakran álmodtam, és nagyon sok álmom volt, amiben nem akartam felébredni. Igen. Manapság sokkal ritkábban álmodok, viszont sokkal nagyobb fasságokat. Ez nyilván ugye az inger miatt van, de ami nagyon fura, hogy
iszonyatosan ritkán szoktam például filmekkel vagy játékokkal álmodni, pedig ugye viszonylag nagy részét teszi ki már főleg most az életnek ez a dolog. Tehát úgymond egy olyan dolog, amivel minden nap folyamatosan találkozol, van, hogy ugye sok órán keresztül, és több, és több, és mégse ez az a dolog, ami megihleti az álmaidat, ami egyébként nagyon furcsa. Én csomószor azt hittem, hogy ha az ember mondjuk a gondolatait folyamatosan egy irányba tereli, vagy folyamatosan, mit tudom én, ugyanolyan stílusú dolgokat néz, és többi, akkor ugye az álmai is abba az irányba mennek el, ez rohadtul nem így van. Mindig ilyen full spontán atom nagy fasság, és általában nem egy sztori köré forródik, hanem egy ilyen nagyon-nagyon sokrétű, és többi. Van egy érdekes része az álmoknak, nekem ez így tök fura volt vége, mikor én erre így rájöttem, de csak egy ideig tartott, nagyon érdekes. Nem tudom, hogy mit mondanak erről, mert nem nagyon szoktam utána olvasni ezeknek. Azt én is tudom, igen, hogy elméletileg mindenki álmodik, csak nem emlékszünk rá. Hogy elvileg az az álmunk, amire emlékszünk, az ilyen másodpercekkel azelőtt játszódik, mielőtt felébredünk, vagy hogy mondjam. Nagyon sokszor fordult velem elő, így mondjuk egy ilyen 5-6 évvel ezelőtt, hogy az álmunkban úgymond tudtam irányítani, tehát tudtam döntéseket hozni és elmondani azt, hogy vagy átgondolni azt, hogy merre megyek, mit csinálok, és többi, és többi. Ezeket egyébként kurvára jelveztem, és tökre sajnáltam, hogy fel kellett ébredjek. És ez a feature elmúlt. Manapság már nincs ilyen, hogy így kalandozok, úgymond. Nem tudom veletek, hogy volt ez, de fura. Ez egy ilyen nagyon érdekes része a dolognak. Mondom, nagyon ritkán álmodok, ezért nem nagyon szoktam foglalkozni ezzel a dologgal, de nagyon fura. Nem tudom, hogy kivel mennyire gyakran fordul elő az ilyesmi, de érdekes. Mi az? Ez a TV, Pisti. Nem ez a TV, ez nem ez a TV. Az álom nem ez, én nem varázsolok, oké? Na mindegy. Szóval én csak gondoltam, megosztom, hogy ha már felhoztátok az álmokat, hogy van egy-két dolog, ami nem tudom, hogy miért múlt el. Tehát így a korral, vagy nem tudom, mi a tökömmel, de elmúlt. Ezt tudom, én soha nem tudtam irányítani. Nem? No. Na mindegy. Vannak ilyen dolgok, ez nem tudom, hogy miért van így, de ez van. Nincs ez a tévé, no. Völgyi Jani, köszi szépen, hogy feliratkoztál. Ádám és Betty kell, Lego streamet múlt hétfő kettszerre néztük vissza, láttuk benne a buriburit, köszi, azóta kétszer rendeltünk tőlük, koleszterin is van. Metál. Güzű, jó reggelt, srácok, először is szurkoljatok, mert vizsgajzon. Hajrá, Güzű. Másodszor pedig, Jani, tudod már valamit a The Walking Dead következő epizódjának a megjelenéséről? Köszi, szép napot. Azt hiszem február... Annyi, hogy Q1. De... Ne. Várjatok. Legutóbb a The Walking Dead. Én február 13-at tudok. Walking Dead Season 3 Episode 3, ugye? Aha. Release date. Valaki úgy keresve, hogy coming out. Igen, az biztos, hogy február. Azt már írják, hogy február. Aha. Nem tudom, de elvileg írják, hogy február. Úgyhogy, no worries, man. Tibi csak így. Reggel, sziasztok. Szia. Én egész este Improprius Integrálal álmodtam. Tiszta a vizsgai zon. Öcsém, hajrá! Valentina be the Walking Dead, az. Gamer Jocó, sziasztok srácok! Igenis varázsoltak, Pisti, ide varázsoltak minden reggel 2000 embert VR-do VR-ra. Köszi Jocó, jó fej vagy. Köszi szépen. Ja! Jó felségről, beszarsz! Na. És ha a kocsival megyünk oda, ahova kell, megmutatom, mert ott van a kézifék mögött. Ami amelyik nagyon vicces, remélem nem állítok senki. Nagyon betegül nézek ki. Tegnap elmentünk egy boltba. Érted? Venni élelmiszer. Ami fontos. És mézeskes a diót. Geci. Az kurva jó lehet. Geci jó. És találtam olyan hamburger húst, na mindegy, hogy nem ez a lényeg. Szóval voltam boltban. Erre végzünk, tutyogok ki a szatyorral így, mint egy vadállat, szokásos bevásárlás. Bepattintok a korziba mindent, ahogy kell. Beülök. Kabát fel, ugye így. Mint egy galamb. Kurva hideg volt. Ülök be az autóba, elfordítom a kulcsot, egyszer csak hallod, a fos rám jött, valaki így dü-dü-dü, kopog az üvegen. Látod? Olyan szinten szívgörcset kaptam, nem tudom, mi van, mondom, most rúgják rám az ajtót, megkéselnek, megölnek, a korza kell neki! De nem. Egy srác volt, aki néz minket, és kibaszott jó fej volt, és
egy egész tálca 0.33-as Heinekenre látott, kivett belőle egy dobozt, ide adott egy sört, és azt mondta, hogy szereti a videóinkat. Én meg úgyhogy akkora kibaszott jó arc volt, hogy iszonyat köszönöm szépen innen is neki, csak az a baj, hogy ott maradt a kocsiban. És most úgy megyek, hogy a kézi miatt egy sör. Komolyan mondom, beszansz. De mindegy, kibaszott jó fej volt, úgyhogy köszönöm szépen neki. Be fogom nyomni, don't drink and drive. Kurva jó arc volt tényleg. Kurva jó arc volt, ezek a legjobb élmények. Na! Itt jött már azóta sok donate. Finhár, gondoltad már arra, hogy beszereztek valami képelemző eszközt a monitor és a laptop tesztekhez? Igen. Ne csak annyit tudjátok mondani, hogy a monitor színvisszaadás képessége jó IPS vagy rossz télen, hanem azt számokkal is ki tudjátok fejezni. Finhár, de gondoltunk rá, ezek a kalibrációs eszközök annyira drágák, hogy lehányom magam, de valószínűleg idővel, hogyha úgy komolyodik a tech csatorna, akkor be fogunk szerezni ilyeneket. Én például most találtam ilyen messziről hőmérőst. Na azt akartam mondani, hogy ez kell. Az baszó. Lézeres. Az is kell. Na! Szeki, aktuális helyzet az országban. Amíg nem kezdtetek videózni, volt-e gondolatban, hogy külföldön próbáltatok volna szerencsét? Nem. Én csak azért nem mentem még külföldre, mert túlzottan családcentrikus vagyok. Nagyon helyes, Szeki, nagyon helyes. Nektek mi a véleményetek az úgymond elvándorlásról? Erről beszéltünk már? Hát csak így említés szinten beszéltünk. Oké, akkor nagyon röviden, mert az a baj, hogy ha erről a témakörről kell beszélnem, akkor én olyan szinten szólalti leszek, mint az állat, és megsértek nagyon sok mindenkit. Úgyhogy nem fogok bőven beszélni erről, mert nagyon felbaszom magam. Alapvetően nem vagyok egy elvándorlás párti ember. Az a véleményem, hogy gyakorlatilag két esetben értem meg, amikor ugye elvándorlásra kerül a sor nyilván. Az egyik az, amikor a szükség hozza, tehát egyszerűen ugye sok próbálkozás után sem sikerül itthon munkát találni, vagy az ember olyan költségből veri magát, stb., hogy egyszerűen nem tudja megteremteni ugye a létminimumot itthon már annak tükrében, és emiatt muszáj ugye elvándorolni a némileg több pénz érdekében, stb. És nyilván ennek megvan egyébként a másik oldala is, tehát ezek az emberek külföldön rengeteget dolgoznak azért, hogy sikerüljön balanszírozni a dolgot, és amúgy respekt nekik. Ezt a részét abszolút megértem. Illetve azt a részét, hogyha valaki mondjuk szakmát tanul, legyen akár gépész, akár orvos, stb., és mondjuk 1-2-3 évre ki tud menni, tapasztalatot szerezni, és a többi, kint tudja kamatoztatni a tudását, stb. Az nagyon fontos és nagyon jó. Igazából annak van pozitív hatása. Alapvetően, hogyha valaki föladja itthon, és csak azért megy ki, mert éppen itthon nem... Beszéltünk erről a minimálbéres dologról, friss egyetem, stb. Szerintem annak egy kicsit rombolóbb hatása van, hogyha mondjuk valaki tanul egy szakmát, amiben lehet nagyon jónak lenni itthon, és elmegy ki külföldre, mit tudom én, valami teljesen indiferens dolgot csinálni, csak azért, mert több pénzt keres vele. Nekem erről furcsa véleményeim vannak, de mondom, ne menjünk ebbe bele, én mindenkit megértek. Aki nyelvtanulás miatt megy külföldre, azt meg pláne megértem. Egyedül mondom, az a része aggaszt nagyon, mikor valaki nem megy el itthon dolgozni, mert szerinte kevés a pénz, aztán ül két évet az anyanyakán, aztán már azzal is kivan a minden, és akkor a végén kikötünk valami külföldi, akármilyen munkahelyen. És a vége az, hogy visszakerülünk haza, mondjuk 3 év, 5-600 forintos fizetés után, amit kint megkerestünk azzal, amivel, és hazakerülünk, ahol ugyanez a diplománk lesz, amivel elmentünk itthonról, ugyanannyi pénzt ajánlanak majd értem, mint mikor elmentünk itthonról, és akkor marad annyi, hogy vagy visszamegyünk, vagy beszopjuk itthon. Szóval olyan, mintha el sem mentünk volna. Engem ez a része zavar. De mindegy. Mondom, nem erüljünk ebbe bele, alapvetően nagyon sok aspektusát megértem, de nekünk még nem volt ilyen. Szóval, ugye álmodás közben felejt az ember, tapasztalatokat elevenít fel az agy. Én például nagyon rosszakat álmodok. Akkor nem tudok felébredni, és ha nagy nehezen felébredek, akkor mindig nagyon kell pisilnem. Lehet azért álmodok néha rosszat, hogy be ne pisiljek. Elképzelhető. Az agy furcsa dolgokra képes. Levi, morning vers! Prepare! Okay. Egy hete WC-n ülve streamelek, hogy jobban menjenek a reggelek. Így lesz 5 perc helyett 1 óra. Legalább helyre jön a flóra.
Nem kell nékem Actu Regularis, ha itt a VR Digitalis, Basso Hour ismét on, lassan elhagyom az árnyékom. Kurva jó vagy, Levi! Én is a Budin nézek streamet! Oh, köszi szépen, haver! Köszi szépen! Zipodrak! Van is, látszok, olyan kérdésem lenne, hogy le kellene elcserélnem a Second Gen i7 2600K-t. Eddig megfelelt mindenre, de a jövő tekintve tanástalan vagyok, a negatív kommentelők elmehetnek kapba, ti vagytok a legjobbak, csak így tovább. VR for the win. Milyen negatív kommentelők? Aki gondolom nekünk írnak negatívat, arra gondolom. Ja, azt hiszem, most történt valamilyen... Nem. Érdekes dolog. Mindegy. Szerintem nem kell egyébként. Még mindig nagyon sok mindent kiajt a 2600K. A pénzedet fektesd egy kurva nagy hűtőbe, és 5 GHz a cél. Ne szállj! Cső, jó reggelt neked is! Alvási paralízisitek volt már valaha? Hogy mi? Elköpesztem para dolog, és ha ez a téma mindig... Mit? És ez a téma, én mindig fosok. Ha egyszer átélek egy, hogy egyszer átélek egy ilyet. Alvási paralízis, azaz amikor így úgy maradsz. Akkor nem tudsz mozogni. Micsoda? Na várjátok már, ennek utána nézek. Alvási paralízis. Bénulás. Azt mondja, hogy közvetlenül elalvás előtt vagy felébredéskor jelentkezik, és legfeljebb 1-2 percig tart. Az érintett a szemén kívül egy izmát sem tudja megmozdítani, így még beszélni sem tud. Gyakran kíséri félelemérzet, társulhatnak hozzá hallucinációk, lidércnyomás vagy testen kívül élmény. Jézus, ne szállj, mi a fasz? Hát ez kúra para tényleg. Most már én is fosok. Ah, ha alvásunk paralízisabb lesz, miattad van, bazd meg. Atya Isten. Kedves Pál, köszönjük, hogy feliratkoztál. Sose kapja alvási paralízist. Jesus Christ. Terka Hun. Úristen. Elsőnek nem elírás a donét, ennyit akartam küldeni alapból is. Csak így tovább, srácok, nagyon sok emberrel örömét a videóitokban, köztük én is. Szinte nem telik el nap, hogy ne nézzek meg minimum egy videótokat. Kitartás a 2017-es éves srácok. Terka Baszki, nagyon szépen köszönjük. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, nem kellett volna. Nem vagytok normálisak komolyan. Köszönjük szépen. Zipodrak. Hali, én németben melózom, és esküszöm 5 évig próbáltam itthon boldogulni, pék vagyok, és itt is azt csinálom, szeretem a szakmám, de amíg nem jön össze egy házra a lóvé, addig nem megyek haza, utána végleg otthon. Zippo, more power, hajrá, én szurkolok neked, és respect neked. Respect neked. Az otthonteremtés egy fontos dolog, úgyhogy hajrá, hajrá, hajrá. Csigafika. Köszi a tisztjét. No, semmi gáz a Red Bull. Tudod, hogy hogy megy ez? Tömegkontroll van, nem személyre irányul. Szóval... De már elvesztem a témákban. Terka, lesokkoltál, nem ér. Bojti Hun. Én legtöbbször másnapi dolgokra álmodok. What? És ezért nagyon sokszor van déjà vu. De most 40 órát beletoltam a PD2-be, és folytonára álmodok. És kezd elég lenni, hogy minden este bankokat rabolok. Vigyázz, nagy ez legyen a másnapi álmod, baszki! Amúgy ilyenem nekem is volt már. Csak hogy lezárjuk az álmos témát, hogy ugye a rendszerszerű napok. Igen. Dolgozni megyek, tudom, hogy dolgozni megyek, tudom, hogy utána elmegyek boltba, stb. És van, hogy én is álmodok arra, hogy holnap mit fogok csinálni. Nyilván nem a jövőt álmodom meg, csak tudom, hogy mit fogok csinálni. Igen. Ez egy komoly dolog. Hát hallod, ez a kávé macsok szar lett. De nem csak azért, mert darabos, mint a kurva anyja. Hanem? Kellett volna bele egy kukor. Hozzád meg egy cukor? Ne. Ha ne. Most ez felmelegít, és a barakos. Nem. Szóval... Csigafika, az lenne a kérdésem, hogy Jani megtisztel minket ma is, vagy sem? Aki szégyellős egyen meg. Ja nem, gyere nyugodtan. Itt, jó. Szeki,
Köszi a választ, ilyen paralízisem volt már zuhanós álom. Wow, volt már dezsabús álom. Velem rendszeresen előfordult, és fura, amikor tudom, hogy az adott pillanatban mit fog csinálni. Ki mit fog csinálni? Ja, para, milyen kávét isztok? Ez egy ilyen kavaró szar. Ez zuhanós álom nekem is volt már. Nem, de úgy szoktam csinálni. Ja, igen. Há, hogyne, amikor zuhansz. Neked nem volt még olyan? Ja, dehogy nem. Csak azt mondják, hogy nem lehet föl, nem szabad fölletenni, hogy meghalsz. Erre hallottál már? Komolyan. Ez mennyire igaz? Én nem tudom, mert ezt hallottam, hogy állítanak, hogyha valakinek olyan zuhanós álma van, hogy becsapódik, az úgy már fagd. Igen. Te estem el? Nem. Le, mégis volt. Nem értem a végére. Elvileg a végére nem ér senki. Aki meg a végére ér, az nem mondja el. Mert hogy fagd. Én nem tudom. Én nem tudom. De érdekes. Szóval, a kávéra visszatérve, amíg válaszoltok a delay miatt. Szóval ez úgy van, hogy ez nekem a second. Mert úgy van, hogy otthon megiszom a metal espresso-t, fosó víz. Ami ugye megteszi a metális hatását. És szerintem meg se kéne így. Vagy így ad, így. Megszagolni is elég, igen. Elég megszagolni. Tehát a kávé illat is bányarobbantó, hogy úgy mondjam. Na de, ez már egy ilyen utórengés. Gyakorlatilag ilyen gyomor. A second phase. A second phase, így van. That's it. That's it. Hol jártál? Itt. Most jön. Mirman, kösz szépen, hogy feliratkoztál. Pista jön. Nyomjad. Nagyon szar a munkahelyem. Csak a szakmai tapasztalat miatt vagyok itt. Volt lehetőségem külföldre menni, de nem tudnám magamot elképzelni, így visszautasítottam. A végére egy Széchenyi idézett. Nehéz magyarnak lenni, igen, nehéz, de nem lehetetlen. Ez egy nagyon szép idézett. És nagyon igaz. És ez igaz egyébként. Széchenyi tudta, hogy mi van? Tudta. De tényleg tudta. Csak félig osztanák akart lenni. Ez nagyon az félig igaz. De, nem vágom. Sokat ivott. De mindenki. Mindenki iszik. Mindenki iszik. Van alatt. Ez tényleg igaz. Van a Family Guy-ban az meg egy ilyen kis nét, azon mindig beszarok, mikor Péter a bíróságon van. Hogy... És így kérdezi a izé, az úgy mondja, hogy Mr. Griffin maga iszik? Hát ezt felborodottam mégis, hogy képzeljük, csak vicceltem, persze, hogy iszom. Jaj, de tényleg, látod. Az kész. Az kész. Nem, körülbelül 10 éve kezdődött, amikor, ezt nem vágom küldte, körülbelül 10 éve kezdődött, mindig, amikor háton alszok, alvás paralízist élek át. Oh, magamat látom felülről, nem bírom mozdítani egyik testrészem se, és egy nagyon ijesztő démoni hangot hallok folyamatosan, és kiabálok, hogy felbírek ébredni. Folyt. Ezt most folytatom. Egyik éjszaka, amikor öcsém aludt nálam, ő is megálmodta ugyanezt szóról szóra, mindent elmondott, amit én elmondok, pedig neki soha nem mondtam el. Furcsa dolgok ezek. Hú, bazd meg, nem vágom. Amúgy én is szoktam hallani néhány ismerősömtől ilyen nagyon para dolgokat. Nem tudom. Nagyon durva. Nagyon durva. Nagyon durva. Itt van pszichobuci. Pisti, azt mondják, hogy ha valaki meghal álmában, akkor felébred, mert az agya nem tudja feldolgozni a halált, mert nem tudja, hogy utána mi van. True that? Valami ilyesmi. De van igazság. Én már álmodtam olyat, hogy fejbörődtek, aztán nem ébredtem fel, hanem testen kívül folytatódott, abazd meg. És láttam magam, hogy ömlik a vér a fejemből, és túl reggel van ehhez. Túl reggel van ehhez. Nagyon durva. Igen, szóval csigafika, illetve Astro A40-et érdemes-e menni mixampal, vagy akkor inkább A50. Az A50 geci jó, tényleg geci jó, az vezeték nélkül. Igen. Tehát nekem ez volt a selling point. Hogy vezeték nélküli. Viszont az A40 mixampal nagyon durván szól. Az nagyon... Az nagyon igen, durván igen, szól. Az nagyon jó. Szóval ez egy gondold át. Ott van, Szemiper. Előkerült az álmoskönyv. Már gondoltam. Nagy már álmoskönyve szerint, ha fecskével álmodsz, akkor megnyered a lottót. Kell valami világítós, valami gömb. Most már ide. Hagyjad már, ez nem ez a TV baszott. Ha fecskével álmodsz, megnyered a lottót. Hogy fecske bazd meg? Komolyan, egész nap ugye fecskét fogod nézni így. Igen, de nem, de direkt így. Fecske, bazd meg, fecske a kurva anyját, fecske, bazd meg. Betegen fekszem otthon, jobbulást, úgy most reggel is itt boldogítanak benneteket. Valószínű, hogy az agyamra is rámehetett, mert a tegnapi stream és a láz egyszerre megikletett, és valami borzalom született. Nem merek kattintani. Ja, várj, kitakarom. Hagyja, nem kell.
Köszönjük. Köszönjük, igen. Azt a kurva. Nyom ide. Ide nyom meg. Ültek tegnap amúgy egy nagyon vicces, csak nem akartam megzavarni. Ezt nyom meg. Piszok készítette, igen. Azt. Ezt? Azt nézd meg. Na várjál. Csak be van zoomolva. Várjál. Nem, ezt görgetünk. Jó, görgetünk. Görgetünk, várjatok, ezt még tegnap kaptuk, aztán tovább olvassuk a cumbókat egy pillanat. Szóval, várjál, rossz oldalon leszünk. Igen? Igen. Nem baj, megoldjuk. Várjál! Hát ilyen multifunkciós ez. Ott van. Na! Azt mondja, hogy Ferikém, ha kiviszed Pistinek a Mega Man 2-t, én esküszöm, leszokom a piáról, és nem zavarlak többet titeket. Öltössze csak a basz meg, Ferikém. Kiviszed én? Ez a jó. Hatalmas! Ez az hülye! Istenem! Na! Nagyon sok donationünk van, srácok, úgyhogy megyünk. Igen. Ez most már jövő. Kajtosz! Sziasztok! Hétvégén egy egész napot toltam a Mass Effect 2-t, majd azt támadtam, hogy hármasban csinálom Mirandával. És Garrus! Nem, az nem jó! Nem jó! Azt mondja, na, az para! Viccet félretéve, sok olyan lábom volt, hogy üldöznek, de nem tudok ordítani se futni, ha utolérnek, felkelek. Ja, Franko! Az, ami kibaszott kemény! Úristen, bazzi! Atyaig. Audrey, egy kis kávé pénz. Köszi szépen, állatok a streamet, csak így tovább. Ezt nem olvassátok be! Lesz revise, Audrey. Lesz revise. És köszönjük szépen. Gamer Jocó. Zónos álmod úgy lehet összehozni, hogy úgy alszol el, hogy keresztbe teszel a lábad, vagy a karodat, összegulcsolod, és alvás után a karok szétcsúszása közben érzel zónást. Ebben egyébként a no way, man. Lehet, hogy ez az egy oka ennek? No way, man. Ezt kipróbálom, bazd meg. Így azt kell én is, valam. Úgy? Úgy. A lábad is. A lábam az is keresztbe, sőt duplán keresztbe, akkor kétszer zónsz. Meg így kicsavarod magad. Kicsavarod magad, igen. Ez milyen durva, egy adott pillanatban az elernyed, és állapod, hogy így szép parodsz, bazd meg. Mint a búgócsiga. Beszarok. Atya világ. Itt mondok. Örülj neki, hogy nem álmodsz vele. Azt mondja, hogy retro, nem. Dance core. Köszi szépen, igen. Hogy feliratkoztál. Retro, nyomast. Én azt hallottam, hogy amikor zónásra álmodsz, olyankor félreüt a szíved. Really? Komolyan? Veletek volt már olyan, hogy például megütöttek álmatokba, és utána héttel felkeltetek, és éreztetek egy ütés fájdalmat? Nem, viszont olyan nem volt. Viszont olyan folyamatosan van velem, ezen beszartok, legalábbis nem szartok be, mert nem tudom átadni az érzést, mert egy álom. Kurva sokszor álmodok olyat, hogy így sétálok, és van egy lépcsőfok, amiről nem tudom, hogy ott van. És tudjátok, milyen lelépni egy olyan lépcsőfokról, amiről nem tudod, hogy ott, igen, van. Na, és azzal arra a feelingre ébredek, jó? Olyan nekem is van, olyan azt, nekem is de van. De azt bírom amúgy, az igen, nem igen, 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 igen. Az ja, durva. Ja, ja. Tudom az energiát, Iga Borni, kösz szépen a csírt, köszi a ver. Zippo. Igen. Ő neki kimaradt. Hali, a tesónk iskolában éjszakánként felébredt, és valitott nyitott szemmel, halálrémült arccal, alig lehetett felébeszteni, mintha valamit látott volna. Az agy furcsa dolgokat művel az emberrel. Az agy furcsa dolgokat. Szarabon. Egyszer történt egy álmomban, és sötét utcán ment előttem egy lány, akinek nem láttam az arcát, majd eltűnt. Később egy hang azt mondta, hogy keressem meg a lányt, és mondta a nevét. Másnap rákerestem Facebookon, és egy találat volt, és ő volt az. Creepy. Na, ez creepy. Ez creepy. Ez most már creepypasta lettünk, igen, kírjuk. És lehagyta végre azt, hogy folyt. És a folytatás az, hogy és megkerestem. És megöltem. És 12 kukában van elrejtve. Kiváltam a szívét. Edem, köszi a csírt. Köszönjük, hogy működik. Ha, hülye. Na, azt mondja, hogy... Mit csinál? Háborús álmokat ne.
mindenki fél. Ez most nagyon félelmetes lett. Igen, nagyon túlságosan creepy lett ez. Pedig olyan reggel van még. Bojkottálni kell ezt a részét. Na, beszéljünk egy pillanatra az internetről, mert az elmúlt 3 napban faszom ki lett vele, és ennek semmi köze hozzánk. Na. Csak hogy beszéljünk kicsit. Na, mi van az a internet? Médiáról. Nagyon undorító. Amúgy is rühellem az internetnek azt az ínyét, konkrétan, hogy mindent szét kell baszni. Mindenkit szét kell fikázni az anyjába, mindenkit bántani kell, mert nyilvánosságra expózolták. Ez igen. És most történt egy olyan, amitől nekem ketté tört a lelkem. Na. Komolyan mondom. Feltöltöttek egy válogatás videót. Tudom, hogy ismeritek a sztorit valószínűleg. Laci bácsi legjobb kajáiról. Ja, igen. A Laci konyha. Vágod, biztos emlékszel rá. Persze. Még amikor mi voltunk kicsik, akkor igen, nyomatta igen, az öreg bazd meg, mint igen. A gépszi. Erre jött ez a sok zöldségzaváró. Faszopó. Paleo kurva anyja. Érted? És halálra szopatták. De olyan szinten szétoltatták a neten, hallod, hogy az már undorító volt. Tehát konkrétan egy tömeggyilkosról nem beszélnek így. Annyira durván szétoltatták. Mi az, hogy delikáttal főz? Hát 93-ban mi az anyád volt itt? Hát igen. A rendszerváltás után. Baszki! Hát ja. Ha? Semmi fantázia nincs benne. Hát halad csinált krumplival, a kurva anyját. Nem rohadt meg otthon. Ettől hallod? Olyan szinten nagy fasz kaptam, és engem nem érdekel, hogy ez kint zavar, vagy ki nem. Hogy lehet Laci bácsit bántani? De könyörgöm az égre. De érted? Az első komolyabb szakácsműsor volt itthon. Tök jó volt nézni, az öregnek mindig jó kedve volt. Most volt itt Józsán amúgy. És mondom meg minden. És nem tudom, hogy én értem azt, hogy mindenkit tudnak bántani. Én értem azt, hogy, hogy képesek diszlájkolni egy éhező afrikaiakat támogató YouTube videót. Én mindent értek. De miért kell ezt csinálni? Én nem értem, komolyan mondom. Egészségtelen volt. Azért tart itt a társadalmon, mert annyi olajat használtál. Más világ volt akkor a kisfiam. Kimondtad volna az utcai kókuszsírba, az meg az leszólnak, mert azt hiszik majom vagy. Na mindegy. Nekem ettől a tököm kilett, és mocskos módon felbasztam magam, de nagyon durván. Helyzem. Na mindegy. Nekem nincs semmi bajom a retro konyhával, nekem nincs semmi bajom a jövőre mutató konyhával. Nincs semmi, tudod, hogy mennyire szeretek enni. Minden nemzet ételét szeretem. Én mindent szeretek, csak nem értem, hogy miért kell bántani valakit. Igen. Ez pont olyan, mint mikor azért bántasz valakit, mert Xbox-a van, amiről tegnap beszéltünk. Hogy what? Most már lassan rászok majd a rovarokra. Mert ez a jövő. Azt mondják. Azt? Sok benne a fehérje. Nincs benne kalória. Ez a lényeg. Se szénhidrát. Azt mondja, hogy drágcsáli. Itt a reggeli streamben mellett, ott fogom ropogtatni. Tehát igazából, várjátok, hogy ezt összefoglaljuk, és mielőtt kontextusból kiragadva valaki meglavagol valamit. Ennek nem az a lényege, hogy mindenki bassza meg, aki nem zsírosan étkezik. Tehát félre ne értsétek. Itt arról van szó, megint arról van szó, hogy ilyen iszonyatosan végletekig menő mocskolódás, gúnyolódás, gyakorlatilag emberek szénné égetése zajlik egy vélemény miatt. Mindenkinek van véleménye. Mindenkinek van véleménye arról, hogy hogyan kell étkezni. Mindenkinek van véleménye arról, hogy milyen volt a 90-es években a magyar konyha. De miért kell? És megértem, hogy valaki szerint egészségtelen ételek voltak. Ezzel nincs semmi baj. A baj azzal, hogy miért kell ezért kurva anyázni. Meg miért pont most? Meg érted, felraknak egy videót Laci bácsiről, érted ezt erre így szép. Na mindegy, én ezt nem értem. Sajnálom én is. Én ezt nem értem. Kejtfasz, kösz. Kösz a klippet. Igen, így van. Szóval, összegezve, az internetre, ahogy mondjátok, ha kikerül valami az internetre, amire te kommentet tudsz írni, akkor ott biztos lesz valami faszfej, aki ezt csinálja. És ez undorító. És én ezzel se a paleósokat, se ezeket nem akartam szídni, csak nem tudtam róluk, hogy ilyen szűklátókörűek, hogy egyből szénnél támadnak valakit, aki nem ért egyet velük. Igen. Hát ezek... De ez minden ilyen ellentmondásos témakörre igaz. Hát a vegánokra is ez van. Igen, de miért, jó, oké, legyenek vegánok, de miért kell támadni egyből azt, aki húst eszik? De rohadékú vagyunk. De érted? Miattunk öltek meg egy kibaszott kis csirkét. Ja. De fincsi van? Na mindegy. Bocsánat.
Én azt hiszem, hogy eléggé lemaradtunk. Le, bassza meg, a kurva. Az ez hogy működik? Igen, igen. Cube Hunter. Így. Nem, igen. Cube Hunter. Ez volt. Volt már? Igen. Igen, igen. Most jön ez. Igen. De egyszer olyan álom volt, hogy amerikai focit játszottam, és előttem volt előttem egy gödör, amit nem tudtam kikerülni, és arra ébredtem, hogy rúgtam egy nagyot, és terébe kaptam a betonfalat. Sajnálom. Köszi szépen, Skolex! Én azt álmodtam, hogy rám zont egy szikla, és összenyomja a mellkasomat. Mikor felébredtem, a macska feküdt rajtam. Az is fasza! Mi? Micsoda? Levi! Nekem... Figyelj! Figyelj! Készülj fel! Készülj fel! Készülj fel! Ez mi? Készülj fel! Nekem anno Jani coming out-ja után volt egy borzasztó álmom. Szörnyű volt. Álmomban egyfajtában azt mondogattam, hogy ez nem én vagyok. Ez csak egy álom. Ez nem lehet a valóság. Mikor felkeltem, vert a víz, izzadtam. Álmomban vettem egy Priuszt. Az, hogy Levi! Fasz ki van! Ah, végem van, végem van. Végem van. Add is a pék, Hali! Én kiskoromban verekedtem álmomban, és arra ébredtem, hogy rúgok egyet, aztán kaptam egy baszott nagy pofont anyámtól, hogy miért rúgtam oldalba. Az is szép, az is szép. Közi srácok, zippodanak, de lehet, csak nem aludtam ki magam, nem tudom. Szarabon. A fotítás az, hogy ráírtam, és persze nem értett a dolgot, de ezt gondolt, hogy fel akarom szedni. Egy ideig beszélgettünk, de abban maradt a dolog, de nagyon para volt az álom, és nem értettem, hogy kirott az álomba a lány. Oké, Szarabon, köszönöm, hogy megnyugtattál minket, hogy nem daraboltál fel senkit. Ez nagyon fontos. Persze, csak ezt írja. Doktor professzor, Laci bácsit illetően nekem is hasonló a véleményem, de a kvantumfizikát illetően bozontalan vagyok. Viár. Kösz, doktor professzor, kösz. Na, Szeki, nem hiába van az emberek szemfoga, a valósul meg a egyen galócát a paleós meg a szájába keverje, meg a kenyeret. Én meg eszem a házityúkat, meg a fatár által nevel disznót, és finom. Akinek meg nem tetszik, az bekaphatja. Igazad van, és mondom még egyszer, nem akarom bontani a rendet itt az étkezési szokásokkal kapcsolatban. Igazad van, Szeki, nem azzal van a baj, hogy te húst eszel, nem azzal van a baj, hogy más nem eszik húst, vagy paleót eszik. Azzal van a baj, és az a megoldás, hogy akinek nem tetszik valamelyik, az bakasz kapja be. Ennyi. Tehát nem kell egymást baszogatni. Ennyi a lényeg. Mindenkinek meg lehetnek a saját csoportjai. Nekem nem azzal van a bajom. Nekem azzal van a bajom, amikor az egyik anyázza a másikat. Pláne, amikor a kisebbségi része. Na igen. Na! Bel! Nekem nem szokványos rímámai vannak. Például múltkor Cségóval álmodtam rosszat, nem Dead Space-től. Nem szeretem a Cheat. Este már álmom a magasról, és csak koppantam, semmi különös. Amúgy álmodtam veletek egyszer, amit mindjárt leírok. Ne! Bel, ne! Ne! Légy szíve, írd le! Megumint, sziasztok, én kisebb koromban olyat álmodtam, hogy egy kamionba haltam meg úgy, hogy lezuhantam egy hídra. Amikor felnőttem, most felnőttem és kamionosnak megyek. Sok siker, szátszok és így tovább. Neked is, Megumint. Neked is. Igen. És ne félj, nem lesz semmi gond. Azért magyarázom ennyiszer el, hogy hogy értettem a dolgokat, mert ez itt az internet. Ugyanaz az internet, ami a Laci bácsi van. Igen. Biztos, hogy össze lehetne rólunk is vágni egy olyan összeállítást, amiben... És most össze is fogok. Nem. Nem kell. Unit. Köszi szépen. Hello. Én ugye azt álmodtam, hogy rágja a kezem egy patkány, és mikor felébredtem, kiderült, elfeküdtem a karom, és hangyázott. Közben segítettem, és ütögettem a karomat. Ú, ez nap arra lehetett. Na, erről duma. Megnéztem volna egy videót. Ott van Wooper. Láttam ki. Ott a coming out. Megvan a pillanat. Főző vlogot? Hú, abból nem lenne semmi jó. Főző vlog? Csak az egy hambit. Nem az YouTube videó lesz, ez a főzős témát, ezt megbeszéltük, hogy meg, ez lesz. Meg, mindenki olyan lesz. Olyan főzünk. Basszus, azóta sírtam rá Szandira. Ráírunk. Összeegyeztetjük. Össze kell. Micsoda? Lesz majd igen új póló, igen. Szeru! Sziasztok! Stream záró hülye szóvicizon.
Három kínai ki, szí és pi ebédelnek. De az egyik biztos, hogy csámcsog, csámcsorog. Végül nem bírják tovább, és megszól az egyik. Te szí, te csámcsogsz? Dehogy? Ki nem én csámcsogok? Hát akkor pi csámcsorog. Úristen, úristen, álljunk a viccekkel, álljunk a viccekkel, nem. A én többi streamben vannak viccek, van. Oké, de így rá reggeliben ez elegyen. Van. Én mit? Pluskat, köszi. Én a Concorde lezuhanását álmodtam meg a katasztrófa előtti napon. Álmomban ültem a gépen, és azt láttam, hogy körülöttem még minden. Másnap a tévében mutatják, hogy lezuhant a gép. Ez nagyon para pluskat, a repülős cuccoktól én is szoktam fosni. Zipodrak, ó igen. Nem tudom, azt nem láttam, hogy nem láttam az előzőt. Te egyszer bebasztál álmodban, és másnaposan ébredtél? Lehet, ja, utána írtad, hogy lehet, nem aludtad ki magad. Oh. True that. Oké. Okay. Kelmex, Pisti, ezzel félig egyet tudok érteni, aki azt mondja, hogy kevesebb marhahúst kéne enni, mert a marhák metánt termelnek. Ami káros a környezetre és az ózon rétegre, meg tudja, a faszon benne volt a DiCaprio-s filmbe. De várj egy kicsit. Túl sokat finganak a marhák, azzal van. De várj, nem, a marhák metánt termelnek. Ergo, hogyha több marhahúst teszünk, az a kevesebb marha van, és... De mivel, hogy több marhahúst kell enni, minél többet eszel, annál több marha is lesz. Én sok marhát eszem. És sok metánt is termelek. Ők is. De lehet, hogy marhává fog változni. Igen. Ez előfordulhat. Olimis, sajnos a sok basztatás miatt nem mernek az emberek megjelenni a közösségi felületeken. Igen, ez teljesen igaz. Ez teljesen igaz. Cube Hunter, a vélemény az evésről. Milyen foga van az embernek? Gumós örlőfoga. Ami azt jelenti, hogy mindent meg tud enni. Ez azt jelenti, hogy kell növény is, meg hús is. Ja. Egyébként igen. Ezért szoktak egyébként a steak szakácsok néha feltenni egy ilyen kis petrezselyem darabot a tányérra dísznek. Szabolcs, köszönjük szépen, haver! Sziasztok, srácok! Eszmetlen, hogy csináltok, feldobjátok az ember napjét. Kérdésem az lenne, hogy milyen módszerekkel tanultatok angolul. Munka mellett csinálom az érettségit, majd a fősulit fogom. Mit tudtok tanácsolni? Köszönöm, VR. Minél több angol tartalmat kell nézni. Ja. Rengeteg angol tudsz. Biztosan emlékeztek rá egyébként arra. A mi időnkben egyébként is annyit mondtuk, és mindenki azt hitt, hogy hülyeség. Hogy a Cartoon Network volt a meghatározó lényege a gyerekeknek abban igen. Az időben. Azért, mert csak angolul volt. Pontosan. Kibaszott jó mesék mentek rajta, és csak angolul volt. És mindenki értette, hogyha nem tudod angolul, akkor is. Akkor is. És utána annyira, tehát olyan szinten memorizálod a kifejezéseket, hogy amikor tanulod, ilyen megvan az a feelinged, mint hogyha kicsit ilyen anyanyelvi szinten tolnád, persze nem. Miközben tanulod, hogy így hangzásra nem hangzanak jól azok a kifejezések vagy mondatok, amikben igen. Hiba van. Na ez alakul ki az emberben. Ez alakul ki ilyen az emberben. Én nem hallottam sehol, hogy igen. Tehát mit tudom, igen. Van egy feladat, miközben tanulod, mondjuk mit tudom én, névmásokat kell behelyettesíteni, vagy ilyesmi, igen. És így végigpróbálhatod az összeset, és csak az egyik hangzik olyan ismerősen, olyan és jól. Ebben nagyon sokat segít. És ebben nagyon sokat segít az, hogy nagyon sok angol tartalmat nézel. Ja. Azon felirat sem volt. Úgyhogy igazából ez a legjobb, hogy próbáld meg azt, hogy miközben tanulsz angolul, próbáld meg ezt a magyarításmentesítést, szinkronmentesítést egy kicsit, nagyon-nagyon sokat segít. Most például tesóm is németül kezdett el, vagy nem kezdett el tanulni, hanem kikerült oda, mindegy. Nem akarok ebbe belemenni, meg tesómba se, de ő például németül kezdett el nézni dolgokat, ami amúgy nem egy gyakori dolog. Hát nem. Meg találni sem olyan nehéz. Pont ja. A jó barátokat találta meg németül. Fúj! Mármint nem a jó barátok, azt nagyon szeretem, de milyen lett németül? És azt nézte, és kurva sokat segített neki. Nagyon-nagyon sokat segített neki, úgyhogy ez az egyetlen egy tanácsom van. Giri, sziasztok, nagyon egy király reggeli műsor. Kérdés, miért vennétek a Gigi-tóéről? Ti szoktatok ott vásárolni? Nem nagyon. Nem nagyon. Szürke cucc. Nem szeressük annyira. Tényleg nem. Hogyha akartok vásárolni egyébként így, cuccokat, akkor ott van a Greenman Gaming, illetve magyar van a Move.hu. A Move.hu, ja. Az ez. Ott tudtok vásárolni. Nem fizetett reklám. Nem. De majd utólag behagyjuk. Itt van. Majd utólag behagyjuk rajtuk a gecibe. Itt van. Igen. Ez a Move.hu.
Jó, ez hivatalos. Nem olyan árak vannak, mint a G2A. Ja, hát, de azért, mert hivatalos. De azért, mert ez egy hivatalos. De itt is vannak olyan akciók, néha, hogy beszarul. Itt is szoktak kurva jó akciók lenni. Igen. Nem tudom most, hogy pontosan milyen árak vannak éppen, vagy mi. Lehet, hogy most pont nem jó minden. Hát most látod, mert most volt vége a karácsony. Igen, a karácsony szezonban olyan akciók voltak, itt a beszarul. Hogy brutális, de mindegy, és az a lényeg, hogy ez pedig egy magyar oldal, ahol gyakorlatilag mindenféle dolgot meg lehet venni. Ja. Ez hivatalos, tehát ez nem tényleg szürke, ez a lényeg. Ez a lényeg. Igen, 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 igen. Hát ez főleg nagy rész a Cenega csinálja. Aki egy... Ha jól tudom, aki a kiadó. Én ezt nem tudom, hogy ők csinálják el, de az a lényeg, hogy ez is hivatalos például. Igen. Sem a kis srácok, főzős vidibán lesz AMD videókari fölött grillezés. De gondasszony. Ez a... Types Gal. Hall is rácok, Atom lett a retro design, büszke vagyok rátok, shopban lesz esetleg ilyen póló, én nagyon adnám. Igen, lesz. Tudja, hogy lesz. Valószínűleg lesz. Badam! Kösz szépen, hogy feled visszaértkoztál. Három hónapja már. Köszi szépen. Köszi szépen. Köszi. Most fog befosni a move? Lehet. Kíváncsi vagyok. András B. sajnálom, ne vegyetek olyan szélvédő mosót, mint én. Na hát akkor most egy témaváltás, Collectstól, útét rohadtul várom, CTF lesz vagy vegyes? CTF lesz, fészen. Csak. És fent fogok sniperkedni. És néha, amikor lesz pontol a nukleáris irányítató rakétavető, nem is emlékszem, hogy hívták, Evril? Azt hiszem, akkor azzal fogom nyomni. És ennyi lesz az egész camp. Campről. Csak headshot két oldalra, monster killig. Na, srácok, ez egy fasz a témakör volt, ez a sok minden, amiről most beszéltünk, úgyhogy ez ja. Pontos. Ez fontos. Zuzzancs, köszi, hogy feliratkoztál. Istenek vagytok. Redeemer, az volt a neve. Tényleg. Tudom, hogy egy jobb klikkelsz, és így tudsz repülni. Igen. És talán a prók szét tudták lőni sniperrel a levegőbe. Így repkedtem bele. Nagyon sokat, ez nagyon jó volt. Jövő hét pénteken lesz úté. Így van. Fúj, bazd meg. Nézd meg, kiült oldal. Hát nézem, keveri bele, van benne bonyol. Most már nincs, ez a szétkentem vele. Jó van akkor. Ja, nem tudom, srácok, egyébként ez tegnap feljött a YouTube videónk alatt. Igen. Hogy, azt hiszem az a top comment. Hogy nagyon sokan szeretnék, hogyha ezek a reggeli live-ok ilyen podcastban is elérhetők legyenek. Hogy mit az Apple Podcast appon keresztül is minden van. Szeretnétek ilyet, mert egyébként utána néztem, és szerintem simán meg tudjuk csinálni. Ja, persze. Hogy így hangformában. Tudjuk... Illetve van ennek egy egyszerűbb formája. Igen. Mármint nekünk egyszerűbb, meg nekik is hozzáférhetőbb, hogyha mondjuk nincs Apple telefon. Igen. De ez egy ilyen podcast service-re felrakjuk, és minden podcast alkalmazásban elérhető, csak az iTunes-on is. Ja, értem, mert izén van még a SoundCloud. A SoundCloud, hogyha feltetjük, akkor mindenhol elérhető. Igen. Meg lehet csinálni, igen. Utána olvastam. Hát végül is ez lehet annyi, hogy amikor képeket nézünk meg, és azon röhögünk, az nem az mindig jön le jól, de amúgy én is hallgatok olyan podcastot, amiben ilyen van. Nem tudom, hogyha szeretnétek ilyet, kíváncsi vagyok, hogy szeretnétek-e. Mert nagyon sokan írják, hogy egyszerűen nekik nem olyan jó a Twitch app a telójukon, de viszont podcastet simán tudnának hallgatni. Jó, persze, sima ügy. Szerintem egy SoundCloudot tudunk csinálni. Simán, csak egy SoundCloudot. És akkor oda tudok végre feltölteni ilyen fingos hangokat. Minden hangokat, igen. Mármint külön, amik így a csatornában csak valaki meghallgatja. És olyanok lesznek a címei, hogy most beszélgessünk egy komoly témáról. És így ennyi. Ezt tudja, hogy széttarakod a picsába. Na, szeretnék a srácok, jó, király, kipróbáljuk. Bel, álmomban itt voltatok. Ja, most mondjál az álmát. Igen. Az este, amikor elmentem aludni, hogy valahogy visszajöttetek, és valami játékot nyomtatok reggelig. Aztán arra ébredtem az álmomban, hogy ott játszunk. Lehet az ugrott be, mikor haverom Jani reggelig Diablo 2-zött, és Frozen Orb hangjára ébredtem. Ó, az milyen jó volt. Látod, hogy nem pont ilyen. De a Star Wars lézert sem tudom jól utánozni amúgy. Piu, piu, piu. Mindegy. Pedig én tegnap a Millennium Falcont jól... Utánoztam, hogy mikor volt a szerep előtt? Nem tudom, már nem emlékszem. Nem tudom, de valaki kivágta fel már YouTube-on, ahogy berepülök. Igen. Január 1, nem Jani. Ó, január 1 elsőjén. Ez a sok nickname. Az egyes és az i. Armandosa. Körlámpás Lada.
A kocka is szép, de körlámpás. Lada. Pápai, igen, jó lenne egy egynapos találkozót tartani valamikor a nyáron. Ez nyilvánvalóan jó lenne. Az a baj, hogy nem jó nagyon lenne. Tudom, hogy hol lehetne ezt megcsinálni. Gondolkozom egyébként ezen. Gondolkozom. Az a baj, akkora előadó nincs, amiben tudod így be lehetne férni, és akkor ott tényleg egy beszélgetést csinálni, amit tudod ilyen nagyon hosszú, mondjuk egy 4 órás session. Pedig fasza lenne egyébként. Jó lenne, de nem tudom. Január a legjobb hónap. Nem tudom, gondolkozunk rajta. Szigeten. A Szigeten. Jó, ott elférünk, bassza meg. A Balatonnál, így kilóg így a partra. Igen. Jó. Valahogy megoldjuk. Ezt valahogy megoldjuk. Megoldjuk. Jó, köszi, szima csarnok. Hát igen, az amúgy pontosan tudjuk amúgy mennyibe kerülne egy napra. Jó. Fagdisz. Csigafika, már késő hozzá, de talán egy másik alkalommal jobban ki tudjátok fejteni a választ, ha van kedvetek hozzá. Én arra lennék kíváncsi, hogy szerintek lesz-e akkora csatorna, illetve akarnátok-e mi? Lesz-e akkora a csatorna, illetve akarnátok-e úgy, hogy később akkor már Jani Junior és Pisti Junior lesz, hogy tovább vigyék, vagy addigra úgy is ráhagynátok. Ó, értem, mit mondasz. Ja, értem. Nem tudjuk. Én annyi, hogy már nagyjából azt sejtjük, hogy hová fog evolválni a gaming része. Uh-huh. A dolgoknak. A tech az viszont mindig nálunk marad, szerintem. Ja. Kattis, de elfernénk, de az úgy nem ér. Egy ilyet a kocsitban most, Pisti, Ninja Nizan, mit küldtél, geek? Azt a kurva! Na ez az igazi, Pisti! Na így lesz a korza az izé, így lesz Monster Kill. Ez! Atyaisten. Na ez. Jesus Christ. Na ez a zsír. Köszi. Lippo, Phoenix és utána egy tankcsapda koncert. Best ever. Not bad. Majd valamit kitalálunk erre, srácok. Skolex, én vágtam ki Jani pew-pew-jét, de direkt nem listázott. Megkaptam én Twitteren. Zsír. Köszi szépen, Skolex. Az biztos. Oké, srácok, szerintem már ennyi lesz. Ma még sok dolgunk van sajnos, mert mondtuk, hogy dolgunk van. Nem hiszem, hogy lesz délutáni stream. Több mint az, hogy nem. Úgyhogy a Megament így ennek okán holnap fogjuk befejezni. Ha valami bármi változás lenne, mindenképpen szólunk, de ne számítsatok rá. Igen. Ne számítsatok rá. Igyekszünk, YouTube-ra jönnek a videók. Mi pedig folytatjuk, holnap reggel is találkozunk, és attól függetlenül, hogy pénteken én nem leszek, délután reggel azért találkozunk. Igen. Közben valaki félreértette, erre sürgősen válaszolnom kell. Srácok, úgy értettük, hogy a tech nálunk maradt, hogy a tech-kel mindig tudunk majd foglalkozni, mert valaki azt hitte, hogy szerintem, hogy majd eladjuk ezt a csatornát, vagy nem tudom, olyat írtak. Úristen. Nem. Ezt úgy ért, az volt a kérdés, hogy ráhagyjuk a gyerekeinkre a csatornákat, és azt mondtuk, hogy a tech mindig nálunk marad. Igen. És akkor az a kérdés, hogy miért mondok el mindent háromszor. Na jó, oké. De atya úr is. Nem, nincs erről szó. De igen. Szóval... Ez van, srácok. Jesus Christ. Na mindegy! Nyomjuk a mai napot, basszuk neki. Legyen nagyon szép napotok, srácok. Ami nagyon fontos, hogy mindig legyen. Nézzétek a Games Done Quick-et Twitch-en, amíg még van. Azt hiszem a záró műsor lesz a... Nem emlékszem, pedig jó lenne emlékezni. Most Cobra Triangle megy. Aki akar, donételhet is. A rák ellen küzdenek minden évben, és a végén biztos nagyon sok mindennél fognak tartani. Jézusom, már megint packboard. Na mindegy. Ez van. Adunk az erőnek. És visszalátok. Legyen szép napotok. Találkozunk.